Dicsérjétek az Urat! A bibliai zsoltárok között közel egy tucatnyi kezdődik ezzel a lelkesítő biztatással. Az ember azt gondolná, hogy ezek a zsoltárok mind emelkedett hangulatban, örömben és boldogságban íródtak. Amikor az ókori dalszerzők valami olyasmi érzést élhettek át, mint például én, az elmúlt hét végén. A napsütésben ültem a teraszon, és jóleső érzéssel szippantottam be a kert virágba boruló fáinak illatát. Gyönyörködtem a szirmok pompázó színeiben, és hallgattam a kizöldülő lombok közt keringő méhek és dongok zümmögését. És a lelkemben valóban ez a gondolat fogalmazódott meg: dicsérlek, Uram, mindezért. Aztán néhány nap leforgása alatt minden megváltozott. Az ég kékjét szürkeség váltotta fel, a nap elbújt a felhők mögé, simogató melegének helyét vacogtató hideg vette át. S a nemrég még oly színgazdag kertet lassan beborította a hó. Március végén. Ekkor került kezembe a 147. zsoltár. Egyike azoknak, amelyek így kezdődnek: dicsérjétek az Urat. Meglepett, amikor az Úr dicséretre méltó tetteinek felsorolását olvasva, egyszer csak ehhez a részhez értem. Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú. Olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, kiállhatja ki hidegét. De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat. És ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. E zsoltárt olvasva bennem is zsoltárszerű gondolatok támadnak. Boldog az az ember, aki már a fagy idején is ott látja a közelgő olvadást. Aki ismeri a szürkesség mögött rejlő színek gazdagságát. Aki a bajban is tud a hűséges megtartóról. Mert annak bizony nem csak a tavaszi napsütésben, hanem lidergető próbák idején is lehet oka dicsérni az Urat.